Meghalt Bogdán László, a Baranya megyei Cserdi polgármestere. Feltételezések szerint öngyilkos lett. Bogdán László azután vált országosan ismerté, hogy bűnmegelőzési célból börtönlátogatásra vitte a település lakóit. Cserdiben zöldségtermesztési programot indított, megélhetést biztosítva a lakosságnak. A holttestét reggel találták meg. A polisz.hu oldalról már eltávolították a rendőrségi felhívást, amit még akkor tettek ki, amikor Cserdi polgármesterét eltűnés miatt keresték. Holttestét a korábbi polgármesteri hivatal épületében találták meg kedd reggel. Ott tudtuk meg reggel. Föl is szaladtam oda, hogy nézem meg, hogy mi történt. De ott voltak már nyomozók, rendőrök, mentők, orvosok. A szakemberek már csak a halál beálltát tudták megállapítani. Egyes hírek szerint Bogdán László önkezével vetett véget életének. A közösségi oldalakon sokan a polgármester betegségére vezették vissza a történteket. A faluban azonban senki sem tudja, hogy mi vezetett a tragikus döntéshez. Ezt viszont még egyelőre nem tudjuk, hogy most mi által lehetett ez az egész, hogy ez az esemény megtörtént. Bogdán László 2013-ban szerzett országos ismertséget, miután bűnmegelőzési cél a börtönlátogatási programot szervezett a cserdi lakosoknak. A többnyire romák lakta településen Bogdán vezetésével zöldségtermesztési közfoglalkoztatási program indult, emellett a polgármester komplex fejlesztési programot is indított a falu rendbetételére. Különleges ember. Egy teljes különleges ember volt, mert nagyon nagy kapcsolattal rendelkezett. Nagyon nagy eszű ember volt, nagy eszű. A falut ő tartotta el, szinte ő tartotta el, mert ő általa vannak itt a faluban, akik vannak, és ahogy állnak. Bogdán László olyan modellt épített, melynek az ország minden tájáról a csodájára jártak. 3 éve a Húzósban Róna Jegonnal beszélgetett a falujáról. Nem csináltam semmi különöset, csak megkértem az embereket. Ne gondolja senki a tévénézők közül, hogy torokszorítással és ilyen nagyon vaskemény fegyelemmel lehet-e sokáig itt tartani. A jó szó, a jóság képes az embereket kinyitni és feloldani. Bogdán László 46 éves volt. Ugyanolyan, mint az irigység.